Nyári szünetben Budapesten egy neon berendezéseket gyártó vállalathoz mentem nyári munkára dolgozni, és ott az üvegtechnikusok mellé osztottak be. Láttam, hogy a forró üveg, ami folyik, nyúlik, lágyul, vagy hirtelen keményedik, azzal milyen praktikusan és milyen szakmai alázattal és tisztelettel bánnak. Na, szóval ez engem megfogott, és egyből oda kéreckedtem a gázhoz, és próbáltam húzni, vonni, nyújtani, és kis figurákat kialakítani az üvegből. És a mester az csak így nézett, azt mondja, fölfogadlak téged, gyere ide dolgozni hozzánk. És gondoltam, hogy jó, egy évig ott leszek, aztán majd utána elmegyek az egyetemre, de közben úgy döntöttem, hogy mégiscsak leteszem ezt a szakmunkás vizsgát. Volt egy szakmám, és akkor már volt üvegszaka iparművészeti főiskolán, akkor már oda jelentkeztem. Én 84-ben kaptam egy jelentős nagy munkát Sopronba, egy soproni kollégium üvegablakát. Készítettem a soproni tűztorony sziluettjeiből, alakítottam ki egy kompozíciót. Tehát akkor onnantól 84-től utána már folyamatosan voltak munkáim. És egyre több olyan üvegjellegű munka talált meg, már 80-as évektől is. Talán a legnagyobb a Budapesten a Gellért szállónak a előtetője. A restaurálás a festőművészethez közel álló dolog, csak a színes piktúrának egy másik fajta része. A restaurátor szakmát az iparművészeti főiskolán nem tanultam, de voltak olyan feladataim, mint üvegművész, azt mondták, hogy te értesz az üveghez, akkor biztos meg tudod csinálni a régi üvegablakok javításait. A restaurálás magát teljesen magamtól tanultam. 5 éven betellett, ameddig olyan szintre jutottam, hogy a Pannonhalmi üvegablakok restaurálását átvállaljam. A Szegedi Dom ablakaihoz szerintem 40 után volt valami kis karbatartás, amit nem szakemberek végeztek, éppen csak annyi, hogy a templom maga használható legyen, és a belső térben a szertartások elvégezhetőek legyenek, és utána úgy hagyták. Ugye nagyon gyenge volt az egyház, és nem voltak olyan szakemberek se, de én kitapasztaltam és megtapasztaltam ezt a fajta technikát és ezt a fajta technológiát, ahogy ez készül. És ezt a technológiát vittem át aztán a saját munkáimra is, tehát a múltnak valamilyen fajta technológiai és technikai és érzelmi és lelki élményeit tettem bele a saját munkámba is. Tehát nekem a restaurálás nagyon sok inspirációt adott. Mindig van valami látvány, valami olyan élmény, ami megérint, legyen az természet, legyen az egy tárgyiasult dolog. Ezek a képek mind úgy születtek, hogy valamilyen gondolathoz, valamilyen élményhez kapcsolódnak, valamilyen érintéshez. Lehet, hogy olyan érintéshez, ami fölülről jön, lehet, hogy ami a mindennapok valóságából, tehát a jelen időből jön. A művészetnek az egyik célja az, hogy lélektől lélekig a lélek története és a szellem története jelenjen meg a képeken. Ehhez persze az kell, hogy meg tudjak teremteni magamnak egy olyan csendet és egy olyan áhítatot, amiben a Ceruzám hegyén vagy a Tűn hegyén valami fajta fény van, és ez a fény valahol belejég ebbe a képbe. Az üvegnek a természetes színeit használom ki. Tehát az üveg adottsága az nagyon domináns, és a kettőnk kapcsolatából alakul ki a kép maga. Valójában azért dolgozom, hogy új érzéseket találjak magamba főleg, és azt valahogy utána továbbadjam, és közkincsét tegyem, és mások számára is megpróbáljam elfogadtatni. De mindig az a fontos, hogy a néző bealakuljon ki valami olyan élmény, amit ő gondolatokká tud, saját maga gondolataivá tud alakítani. Annak örülök a legjobban, amikor nem azt látják, amit én.